A községházán tartott projektnyitón Bilinszky Péter, az MVM Zöld Generáció Kft. Üzleti projektigazgatója és Balogh Marianna polgármester szólt a beruházásról. Nagyon örültünk ennek a lehetőségnek, hiszen több éve, közel 30 éve kihasználatlanul áll a repülőtér a tulajdonunkban, és nagyon sok tárgyalást folytattunk már azzal kapcsolatban, hogy naperőmű, napelempark létesüljön a területen. És hosszas előkészítő munka után 2021-ben kötöttünk bérleti szerződést az MVM Zöld Generáció Kft.-vel. Ez egy hosszú távú bérleti szerződés, közel 100 hektárt érint, és ebből természetesen bérleti díj és iparűzési adó bevétele lesz a településnek, és ebből tudjuk ezt a nagyon szép és nagy hagyományokkal rendelkező települést a továbbiakban fejleszteni. Bilinszky Péter, aki szólt arról is, hogy a Kft. Jelenleg 7 szélerőművet és több mint 100 naperőművet üzemeltet Magyarországon. A kunmadarasi beruházás is része a most indult fejlesztésüknek, amely 33 új napelemparkot épít pályázati forrásból. A kunmadarasi reptér közvetlen közelében kezdtük meg 2019-ben egy 24 megawatt névleges teljesítőképességű, 28,8 megawatt beépített teljesítőképességű fotovoltaikus erőmű engedélyeztetését, előkészítését az önkormányzattal közösen, és most értünk abba a fázisba, miután engedélyeztettük az erőművet, illetve megszereztük az összes szükséges hatósági engedélyt, hálózatcsatlakozási szerződést aláírtuk az illetékes hálózati engedélyessel, kiválasztottuk a kivitelezőt, illetve a megvalósításhoz pályázati forrás nyertünk el, hogy elindulhatott szeptemberben a kivitelezés. A teljes beruházási összeg előkészítéssel, illetve kivitelezéssel együtt 11,5 milliárd forint. A maga a beruházás az egy fotovoltaikus erőmű, egy naperőmű, ami egy termelői kábellel csatlakozik a közcélú hálózathoz. A közcélú hálózat a Skarcag város külterületén található, ott létesül egy új alállomás, és abba kerül betáplálásra a naperőművel megtermelt hidrogén.